Szoszi. Na mi van? Ezelőtt óta figyelem Lakatos Erika munkáját, és azt látom, hogy ő egy annyira tudatos roma nőművész, akivel kapcsolatban tulajdonképpen nem is kell arról beszélnünk, hogy roma, teljesen tudatosan építi a karrierjét, és most már azt mondhatjuk, hogy a magyar fotográfiának egy tulajdonképpen teljesen legitim alakja. A roma ikonokat egyébként itt látom először, ennyire gyönyörű nagyításban és tökéletes megvilágítással, és szerintem ez is nagyon fontos. Ugye a roma közegben ritkán van lehetőség arra, hogy ilyen profin prezentált kiállítást lássunk, és igenis fontos a művek megítélése szempontjából ez. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kiállítás igazán profin sikerült. Nem csak és kizárólag roma emberekről van szó, és nem csak róluk készül kép, mert én ezt nem érzem, hogy ezt be kéne így határolni. De nagyon sok kisebbség is van, de nem kisebbség is, tehát ezt én egy inkább univerzálisabb dolognak tartom, hogy az ember arról beszél, hogy romaság, mert az nem csak miről szól, hanem minket körülvevő emberekről is, hogy ők hogy viszonyulnak hozzánk, mi hogy viszonyulunk hozzájuk, és szerintem ez egy olyan fajta szemlélet, megközelítés feléjük is. Tehát egy olyan oda-vissza kommunikáció, amit szeretnék folytatni.